Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városismereti műsorunk újabb adását látják. A belvárosban vagyunk, ismét egy új helyszínen. Köszönet a Hímer háznak azért, hogy innen szólhat ez a műsor, és hogy itt beszélgethetünk szakértőinkkel, akiket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Igari Antal műemlék védelmi mérnököt, illetve a Fehér megyei főépítészt. Üdvözlök mindenkit. És itt van velünk Váci Márk történész, a Városkutató Intézet munkatársa és állandó szakértőnk. Köszönöm, hogy így kitartasz a műsor mellett már. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget is. Csodákat beszélgethettünk a belvárosról már 6 részen keresztül, és én azt hiszem, hogy még 6-ot ki tudnánk tölteni, de azért most már a végéhez közeledünk a belvárosi történelmi emlékek felidézésében. De beszélnünk kell elsőként arról a helyszínről, ahol most vagyunk. A Hímer ház már a műsor történetében szerepelt, részletesen bemutattuk, most viszont itt vagyunk egy gyönyörű teremben, amihez Igari Antalnak igen szoros kötődése van. Szóljon tehát akkor a történet. Hát akkor nem is tudom, hogy kezdjem. 1967. november 5-én költöztünk be ide a szüleimmel, pont ebbe a akkor még 2 szobába, és végre egy olyan helyre, ahol már volt vizes blokk kis a lakásban. Tehát volt fürdőszoba és WC, nem pedig házba, valahová máshová kellett elmenni. És hát tulajdonképpen én itt ebben a házban pontosan, hogy is valahogy a nősülésemig itt laktam, illetve hát addig, míg aztán 1990-ben már a Városháza munkatársaként egy határozatot meg kellett hoznom, méghozzá azt, hogy az épületet felújítják. Ezért a bent lakó bérlők kiköltöztetéséről a lakás- és helyiséggazdálkodási osztály legyen szíves gondoskodjon a kihelyezésükről. Tehát kiköltöztetted saját magad ezek szerint? Hát pontosabban a szüleimet, mert én addigra már, bár papíron még, hogy úgy mondjam, lakója voltam, de hát természetesen hát ifjú házasként már, sőt, 2 gyermekkel én már máshol laktam. De hát valóságban ez történt meg, de időközben ugye eltöltöttem itt lakóként, ha jól számolom, 21 néhány évet, és hát utána pedig, mint a városházi alkalmazott, 90-es évtől egész a felújítási időig, az pont kerek 15 év volt, gyakorlatilag ilyen főperzekútora voltam a háznak, ha szabad ilyet mondani. Rohangáltam kulccsal beengedni mestereket kutatáshoz, vagy éppenséggel nem éppen, hogy mondjam, meghívott embereket kellett innen valami módon kísérni, vagy kizavarni, vagy éppenséggel valakinek sikerült az egyik vezetéket eltörni, és nagy nyomással ment a víz a mennyezetre. Hát kommentem be az árokba, és ott próbáltam a csapot helyettesíteni valamivel. Fiatalként úgyhogy mennyire voltatok, vagy voltál te tisztában azzal, hogy micsoda értékben laksz? Hát itt nőttem föl, tehát ebben nőttem bele. Tehát nyilván a történetével már akkor foglalkoztál? Hát részben, tehát olyan részletességgel nem, mint végül a későbbiek során. De az, hogy én azt a szakmát választottam, amit, tehát, hogy építészmérnök legyek, azon belül műemlékvédelmi szakmérnök, valószínűleg ennek köszönhetem, hogy hát ahol születtem, egyrészt a jelenlegi belvárosi plébániát, illetve meg különösen ez, ilyen környezetben lakni, azért az nyilván inspirálta az embert arra, hogy itt azért valami más van. Mi volt akkoriban a falon? Falon? A 2 szobában. A szokásos kispolgári, vagy hogy mondjam, polgári sima festés és a hengerezés. Tehát ez, amiben most vagyunk, egy viszonylag nagyobbacska szoba, ez 2 szoba volt, le volt választva egy válaszfallal, amit később húztak be, tehát a kialakítás után. És hát most, ahogy a képen is lehet látni, hát ezek a falképek nem látszódtak egyáltalán. Volt egy beázás egyszer, úgy olyan sejtetett valamit, de nem állítom, hogy ezt ki lehetett volna venni.
sokszor ez ilyen mesés volt. Tehát az ember elgondolta, hogy hú, itt milyen falképek lehetnek, hogyha olyan elszíneződés van a beázásból. Egy, kettő. Itt a pince az egész biztosan nem áll meg ott, ahol én lementem a pincébe, hanem az elmegy. Hát ugye mindig mondták, hogy az a várárkon túl meg hasonló. Hát nem igazolódott be, de azért annyiban beigazolódott, hogy általában a pincefala az nem mindig az épület falával azonos. Tehát az egy kicsit odébb megy, túlnyúlik. Aztán találtak olyanokat, hogy itt az alattunk levő helyiségben a pince, nem a pince, hanem az alsó szint, az a korábbi egykori utcaburkolat van alatta, mint egy méterrel. Az épület feltárása közben ugyanazon földszinti helyiségben, körülbelül másfél méter mélységben találtak egy csontvázat. Ez a csontváz ez nem egyszerűen úgy volt, hogy hát be volt téve egy sírba, ahogy azt úgy gondolna az ember. Érdekes módon így keresztül a fal alatt áthúzódott. Hát nyilván egyszerűen ráfalasztak. Na most minden bizonnyal nem kell itt ilyen, nem tudom, összeesküvés vagy gyilkosságokra gondolni, hát valahol el kellett szegény embert földelni, és akkor még szabad terület volt, és hát később meg nagyon nem foglalkoztak vele, hogy hol van csontváz, merre, és a szükséges helyen, már szabad így fogalmaznom, lealapoztak, és odaépült a ház. Úgyhogy elég érdekes dolgok tűntek elő. Nyilván egy olyan házban, amit ismertem 20 éven keresztül, mint lakója, azért mondhatni, hogy elég sok zugát végigjártam korábban is, de hát utána meg már teljesen. És akkor, amikor elkezdték a régészeti feltárásokat, egy 4x4x4-es gödröt az egyik földszinti helyiségben, és előkerült egy csomó érdekes lelet, faragott kőtől kezdve a már emlegetett ilyen csontváz, olyan kecske koponya, meg gyermek koponya, meg bocsánat, ilyesmik. Aztán azon kívül, hát mikor itt és ez volt talán a legérdekesebb, a saját lakásunkban, mikor elkezdték a kis, hogy mondjam, kis ilyen feltáró ablakokat, tehát egy ilyen körülbelül ekkorákat, 5-6-ot itt fölül, amit az előbb mutattak a kedves kollégák, az operatőrök, hogy mik voltak, szépen lehetett látni, hogy körbe mindenhol megvannak a falkép maradványok, tehát hoppá, ez egy teljes falkép felület. Tovább nem is lehetett akkor menni, mert az volt a lényege, hogy akkor lehet itt majd igazából feltárni, ha védett az épület. Legalább tető lesz rajta normális ablak és a többi. Bocsánat, volt, csak hát mikor már kiköltöztek itt innen, akkor nyilván az volt a cél, hogy legyen egy teljesen új felújított tető. Nem új, felújított tető. Lebontották csontig, majd aztán visszatették ugyanazon elemekből. Nem a héjalást mondom, hanem a faszerkezet döntően visszakerült. És mikor zárult, akkor lehetett a további feltárásokat. És hát előkerültek olyanok, hogy na akkor jöhet a restaurálás. És a restaurálásnál derült ki, hogy ez a helyiség, ami kettő volt előzőleg, az egyik festés során valami módon a festék elszíneződött. Pontosabban a falkép, ami a festékréteg alatt volt, a belső terem részében elszíneződött. Mert ez egy úgynevezett grizály technikájú, és itt talán a hátam mögött is tudom mutatni, ez a szürke, különböző árnyalataival készült kép, de nem csak a díszítő részek, tehát ezek is növényi ornamentika, hanem különösen fönt az a felső elem része, ami az 1820-as, 30-as évek fordulóján készült, akkor ez egy úgynevezett ampír stílusú, tehát a császárkort idéző, most a császárkort, a napóleoni császárságot idéző díszítmény, és aztán ez van az egészben. És akkor hát ott kiderült, hogy a fehér festék ennek a szürkének, ez valami kémiai reakcióba léphetett azzal a festékréteggel, és elfeketedett. Tehát gyakorlatilag a belső helyiséget át kellett retusálni az egészet, hogy ugyanaz a kép legyen. Amikor elkészült, akkor pedig hát nyilván annak érdekében, hogy az emberek tudják, hogy miből is készült ez, az egyik pillér fejezetet, itt most hirtelennyiben van, vagy 16 ilyen pillér fejezet, ebből az egyiket meghagyták eredeti állapotában, tehát nem fehérként látszódik, aminek kell lennie itt a főnix madárnál, pelikánnal, hanem gyakorlatilag feketében.
Úgyhogy hát ezek voltak azok a különleges vagy élményszerű dolgok, amik a felújítás során nekem talán a legérdekesebb volt, de ugyanígy az erkélynek a stukkó dísze, amit annak idején egy kedves művészettörténész barátunk, a belvárosi egyházközségnek volt ő a káplánja, aztán később művészettörténész tanár is lett, dr. Szilárdi Zoltán, ugye az Egyházmegyei Múzeum egyik fő-fő, hát ha nem is megteremtője, de megalkotója, ő mondta, hogy te, Antti, ezt te ki tudnád ám igazán díszíteni. Hát mondom, és hogyan? Hát ezt bearanyozod. Mondom, jó, de hát miből? Hát, meg hát nem értek hozzá, 16 éves voltam, szóval nem gond. Kályha, bronz, vízüveg. Tehát nagyon szép, aranyszíne volt, és a többi, hát egy ideig. Aztán egy 5-6 év után elkezdett barnulni, úgyhogy óaranyszínűvé vált, tehát barna lett, és mikor kezdődött a felújítás, akkor Lángi Jóska, barátom, aki a restaurálást végezte, illetve a falkutatást is, hát jöttem mentegetőzni, hogy bocs, ezt én követtem el, úgyhogy engem lehet szívni, azt mondja, nem probléma, könnyen eltávolítható, sőt, bizonyos szempontból a menet közbeni dolgok ellen jobban védett, úgyhogy kihúztam magam, hogy hát akkor én még ilyet is tudtam csinálni. Bocs, hát ennyi a... Azért a nézők kedvéért tegyük hozzá, hogy kívülről ez az a terem, amelyik sarkán van egy csodálatos, vagy az épület sarkán van egy csodálatos erkély, és a Moskovszky nevet kapta. A névadóról tudunk valamit mondani? Pár mondatot? Moskovszky Éva a maga a névadó, ugye az egykori fehérvári baba ház gyűjteményének a létrehozója, megteremtője, aki az édesanyjától örökölte ezt a gyűjtőszenvedélyt, és hát a szakirodalom szerint is, én amit az interneten találtam róla, minden egyes forrás megemlíti, hogy Magyarországnak, talán még most is így van, Magyarország legteljesebb játékgyűjteményének a tulajdonosa. Tehát az ő gyűjteményéből sikerült ugye először a régi megyeháza épületében a fehérvári babaházat, mint olyat ugye Baba Múzeumot létrehozni, és aztán amikor a Hímer házba költözött át, akkor jött ugye létre a játékmúzeum, részben ebből a gyűjteményből, részben pedig Réber László grafikai gyűjteményéből, ugye Réber László neve Lázár Ervin meséi révén vált igazán ismert, és az ő könyvei révén, tehát azok az illusztrációk, amiket ő készített, gyakorlatilag visszaköszönnek ezekben a könyvekben. És ugye a Hímer házban a Moskovszky terem és a Réber terem mellett azért egy Moskovszky és egy Réber gyűjtemény is megtalálható, ugye az a sajátossága magának az épületnek, hogy a termek és a gyűjtemények nem ugyanott vannak egyébként. Nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, akár a teremről is, de mennünk kell tovább, hiszen nagyon sok olyan épület és művészeti érték van még a belvárosban, amit nem tudtunk megmutatni a sorozatban. Úgyhogy kezdjük is el, amiről elsőként beszélni fogunk, az Áron Nagy Lajos emléktáblája. Basa utca 4-es szám alatt áll egy modern épület, aminek a helyén egyébként korábban egy barokk lakóház volt, sőt a török időkben ez fürdőként működött, és még a török idő után is egyébként egy darabig ezt egyfajta népfürdőként használták. Ugye annak idején az Árpád fürdő kapcsán beszéltünk erről a népfürdő funkcióról, hogy ugye kátfürdőzni lehetett ezekben a létesítményekben, és aztán 1949-ben a háborús romokból bontották el ezt a házat, és a 60-as években állították a helyére azt az épületet, amit ma is láthatunk, és itt élt Áron Nagy Lajos. Ugye 1913-tól 1987-ig élt egyébként, kétszeres Munkácsi díjas festő és grafikus művész, hát az alkotásai egyébként Fehérvár számos pontján, elsősorban középületekben megtalálhatók, például Csongor és Tünde, ugye a Vörösmarty Színházban, az emléktábláját Nagy Benedek készítette egyébként a halála évfordulóján, de például nekem nagyon kedves, bár nem a belvárosban található, hanem már a vízivárosban, a róla elnevezett téren tavaly évben felavatott és felállított Áron Nagy Lajos emlékmű, amin ugye egy kis idézet is megtalálható, most ezt nem fogom tudni pontosan idézni, az a lényege, hogy ugye az idő múlik, meg az idők változnak, de a kolorit megőrzi a fényét. Hát ez egy ilyen Áron Nagy Lajosi kis sziporka, igazából az ő személyiségéhez ez abszolút hozzátartozik, és majd az egyik festő művész barátjáról fogunk beszélni, akinek viszont kötődése van az egyik szomszédos épülethez. Tehát azért vissza fogunk térni ide is mindjárt.
A következő épületen is van emléktábla, ez pedig a Rózsa utca 1 szám. Dr. Kepes Jánosnak az emléktáblája, ugye először magáról, a személyről, akiről szó van. Dr. Kepes János királyi főügyész, Székesfehérvár főügyésze volt 1919-től kezdve, egészen 1941-ig, és a Törvényhatósági Bizottság tagja volt, zsidó származása miatt 1941-ben mind a főügyészi címtől, mind pedig a Törvényhatósági Bizottsági tagságtól megfosztották. Ugye ebben a Rózsa utca 1-es számú épületben lakott ő az egyik lakásban a feleségével, illetve az örökbefogadott lányukkal, Gittával, és hát az ő emlékére készült tulajdonképpen ez a tábla. 1944-ben a többi zsidó származású székesfehérvárival és Fejér megyeivel együtt őt is deportálták, és már nem tért vissza ebből a deportálásból. Rendkívül gazdag műgyűjtemény volt egyébként az övé, és a könyvtárának a nagy részét azt egyébként az akkori múzeumra hagyta, tehát a múzeumnak a gyűjteményében ez a könyvgyűjtemény ma is megtalálható. Hogy a műtárgyakkal pontosan mi lett, én ezt nem tudom. Annyit tudok hallomásból, hogy különböző szomszéd családoknak adományoztak ebből a gyűjteményből, hiszen sejtették, hogy záros határidőn belül nem fognak visszatérni a deportálásból, azt nyilván nem tudhatták, hogy nem térnek haza, bár ekkor már azért meglehetősen idős volt maga a házaspár. És hát azért a Rózsa utca 1-es számú épületnek Kepes Jánoson túl is van egy olyan jelentősége, hogy a Fejér megyei és Székesfehérvári takarékpénztár egy időben egyébként ebben az épületben működött, és az a portál, ami hozzá tartozott, az az emeleti részen egyébként ma is megtalálható, igaz, hogy már elfalazva, de hát azért fotókon látható, a Fejér megyei hírlapban is nemrég volt róla egy cikk, illetve nagyon szép maga a belső lépcsőháza is, ugye azzal az öntött vas korláttal, ami gyakorlatilag jellemzi, meg egyébként az a díszítettség, ami jellemzi magát az épületet, és ugye hát ezek magántulajdonú lakások, korábbi szolgálati lakásokból jöttek ugye ezek létre, és hát gyakorlatilag nagyon szépen rendben tartják a lakók, a mostani tulajdonosok. Én azt hiszem, hogy Igari Antalnak a Rózsa utca is eléggé ismerős. Igen, köszönöm, de ha szabad erről most sokkal többet így nem mondanék, de annyit azért hozzáfűznék dr. Kepes János történetéhez, hogy árnyaljam a zsidó származásával kapcsolatban. Ő kikeresztelkedett, méghozzá jóval korábban, tehát nem a zsidó törvények kapcsán, hanem előzőleg. És a belvárosi egyházközségnek igencsak aktív tagja, sőt egyik vezetője volt. És ennek során rendkívüli, hogy úgy mondjam, karitatív tevékenységet is folytatott. És hát a zsidó törvények vonatkoztak rá, függetlenül attól, hogy ő már nem volt az, de ezért ő mentességet kapott. Méghozzá úgy kapta mentességet, hogy belügyminisztérium és nem tudom én, sőt ebben talán épp, ha jól emlékszem, Hóman Bálint is vastagon közreműködött, hogy ő megkaphassa ezt. Meg is érkezett, csak hát az akkori város vezetője nem összetévesztendő a korábbi vezetővel, tehát nem Csitári Emérről van szó, félreértés ne legyen, hanem az ő utódjáról. Személyes bosszúból nem engedte kikézbesíteni ezt a mentességi levelet. Úgyhogy szépen bevagonírozták, és másnap kikézbesítették. Mindentől kezdve meg már nyilván tudható a történet, és előre vetült szinte, hogy mi a végeredmény. Úgyhogy ez azért hozzátartozik mindenképpen a történethez. És még egyet, és akkor most egy box márka. Egy pici összeolvadás történik azzal, hogy Rózsa utca 1, nem a Rózsa utca 1 volt a bank vagy a pénzintézetnek, hanem korábban egy ingatlant alkotó, most főutca 1 számú épületben volt ez a banki rész, mert tehát ugye ez a Kepes ház volt, tehát a Kepes birtokában, Kepes Jánosban,
és a másik épületben volt, és ott van elfalazva, amit épp úgy sajnos nem látni most, és itt már bombáztak mindkettőnket azzal, hogy próbáljuk meg mondani, hogy pontosan mi is volt egy korábbi fénykép alapján. Sajnos én azt mondom, hogy továbbra sem tudunk mindent úgy, ahogy elvárnák tőlünk, de hát ezt be kell vallanom, legalábbis nekem. Hogy igazából a név alapján tudjuk biztosan azt, hogy nyilván a mostani főutca 7-es számú épületben ugye később létrehozott, egyébként ugye Sajj Ferenc által tervezett épületről van szó, tehát az ott később megtelepedett takarékpénztárnak az elődjéről van szó gyakorlatilag, de ezen kívül semmit nem tudunk. Tehát ha jól értelmezem, a hely az adott, csak az épület már más. Mondjuk így. Az intézmények azok ugye költözködnek, nem csak Fehérváron, hanem mindenhol, és ez a korban is így volt. Az épületnek az állapotáról, ha már, mert így gyorsan rápillantottam a puskámra, és ezt azért mégiscsak illik elmondani, egyrészt ugye vendégünk volt a palotavárosi adásokban, másrészt mégiscsak kapcsolódik a munkássághoz, Csutin és Ler Erzsébet Böbe munkásságának köszönhető az, hogy ma ilyen állapotban van egyébként ez az épület. Főleg a Rózsa utcai szárnyon. Igen, hát azt 94-98 között az ő tervei alapján újították fel, bővítették, már oly szinten, hogy tetőtérbeépítéssel, illetve egy kicsit átértékelve, és a földszinten az a Rózsa utca felüli oldalon is üzlethelyiség alakult ki, hát sokak által oly jól ismert diákkocsma, a Ribillió. Menjünk is tovább. Sokat emlegettük már a műsorokban Csitári Emír polgármestert, természetesen neki is van emléktáblája a belvárosban. Így van. Pintér Balázs és Nagy Edit közös alkotás, hogy a 2018-ban készült el. Bocsánat, itt csak egy közbevetés, nem véletlen az a szerzőpáros, férj és feleség. És a hölgynek az édesapja, Nagy Benedek szobrászművész, úgyhogy ez egy ilyen család, úgyhogy... Így van, szoktuk őket emlegetni egyébként pont ilyen alkotások kapcsán. Tehát ugye 2018, az sem véletlen, hogy 2018-ban állították, ugye az 1938-as Szent István emlékhévhez kapcsolódóan készült el ez az emléktábla. Ugye arról a házról beszélünk, amit egyébként Hübner Nándor tervei alapján valamikor 1878 után készítettek. Eredetileg ugye a kereskedő, a Flicsch kereskedő család számára, és ebből a Flicsch kereskedő családból került ki aztán Hübner Nándor fiának, Hübner Jenőnek a felesége is. Tehát itt azért volt egy családi és baráti kapcsolat is a két család között, és ugye Csitáriék pont ebben a polgármesteri időszakban költöztek be igazából az egyik emeleti lakásba, a lakásba tulajdonképpen, és ugye hát 30-tól, illetve 31-től laktak ebben az épületben. És ugye ez egy érdekessége magának az emléktáblának, meg egyáltalán a Csitári Emilnek, ugye te Csitári Emilként említetted, nagyon sokan Csitári G. Emilként említik és emlegetik, ez nagyjából 1940-ig állja meg a helyét. Onnantól kezdve Csitári Emil a hivatalos neve, ugyanis ugye ez egy Morva származású család, a Gramanec nevet hozták magukkal a szülőföldről, és aztán egy csitári erőnevet, egy nemesi erőnevet kaptak igazából, ugye ível ellátva, majd aztán 1939. decemberében, erről minisztertanácsi jegyzőkönyv is van egyébként, megtalálható az interneten, Csitári G. Emil, akkor még így írták, kezdeményezte, illetve kérvényezte a család nevében a teljes családnak a névmagyarosítását Csitári-Csitárira, tehát a nemesi jelőnévnek a meghagyásával, és 1940-től már gyakorlatilag tényleg Csitári Emilként emlegetjük. Úgyhogy például amikor az emlékiratai ugye megjelentek, amelyeket már jóval később írt egyébként ugye a 60-as években, ott is még a gerincen Csitári G. Emil neve olvasható, de hát hogyha történelmi szempontból nézzük, akkor a Csitári Emil név lenne igazából a hiteles. Hát, viszont mindenki így ismeri. Tehát igazából ez nyilván ez fontos. A fő tevékenysége az pont a G-s időszakra esik, úgyhogy... Nem véletlenül az utca is ugye így ezt a nevet kapta, illetve az uszoda is. A következőkben is emléktábláról fogunk beszélni, M. Tóth István emléktáblájáról. Így van, hát ugye Áron Nagy Lajos kapcsán itt ilyen rébuszokban emlegettem, hogy akkor majd egy barátjáról is szól. Ez a Jókai utca 4-es számú háznak a
falán található meg. Ez ugye M. Tóth István itt élte az életének a második felét igazából. Ugye Tóth Istvánként anyakönyvezték, Maroshegyi Tóth István művésznevet és az M. Tóth István művésznevet használta, és az ő emlékére készült valóban ez az emléktábla, ez pedig Nagy Editnek az alkotása 2007-ben készült, ugye 2006-ban hunyt el egyébként M. Tóth István, tehát a halálának az első évfordulójára állították fel a táblát. Szabad egy személyes kapcsolat, nekem rajztanárom volt általános iskolában, tehát mondhatni azt is, hogy Hímerház, szemben lakott velünk M. Tóth István, aki egyébként az általános iskolában rajztanárom volt, tehát mondhatni azt, hogy elég erőteljesen hozzásegített a pályára lépéshez, mármint az építészet felé. Én külőrajzra és a többi jártam hozzá néhány rajzpályázaton részt véve, úgyhogy mondhatni, hogy felnőtt koromban is, mármint ügyfelem is volt az egykori tanárom, mondhatom, hogy nyilván jó viszonyban voltam vele, és egy érdekesség, az a ház, ahol ő lakott tulajdonképpen, ez két részből áll, ez a Jókai utca 4 szám alatti ház, van egy földszintes utcai, tehát Jókai utcai része, megy befelé egy ilyen összekötő szárny, és hátul egy olyan épület zárja le a telket, pontosabban a telek kiér egész a Mátyás király körútig, tehát gyakorlatilag egy szintkülönbség van az egykori városfal nyomvonalánál, erre a városfalra épült rá, de szó szerint a 60-as évek elején az az épület, ahol ő lakott. Tehát egy újabb épület, tehát 60-as, hát az is most már itt van több mint 60 éve, és az úgy megfelezi a telket, és hátrafelé van egy kis kertje még, de egy szintkülönbséges épület, tehát bemegy egy földszinten, ami a másik irányban nyilván már emeletes. Úgyhogy ez szintén most egy építészeti adalékként érdekes talán. Maradunk még a Jókai utcában, már egy kicsit már az Oskola utcát is érintjük, hiszen a Smohai házról fogunk beszélni a következőkben, azaz mondom én nagyképűen szóval várom tőletek, hogy mutassátok be az épületet. Hát egy érdekes épületről van szó, ugye azt tudjuk a történeti adatokból, hogy 1890-ben Fejér megye monográfusa Károly János ebben az épületben élt és alkotott, illetve azt is tudjuk, hogy 1921-ben az udvari épületben volt egy emelet átalakítás, amelyet Smohai János lokálpatrióta festőművész végeztetett el. Ugye róla kapta maga az épület is a nevét, illetve az az ösztöndíj, amit ugye Smohai ösztöndíjként ismerünk, szintén róla neveztetett el, és hát ugye azért az is egyértelmű, hogy rokonságban volt például a Smohai kalapossal, akinek pedig ugye a rendház épületben volt a kis üzlete, azon a sarkon, ahol ugye sokat emlegetett szuvenírüzlet működött valamikor ott a Török út mellett, tehát erről az épület részről van szó, tehát itt megvolt igazából a rokoni kapcsolat, gyakorlatilag családon belül vagyunk, és hát ugye azért ez nagyon fontos, hogy tényleg Smohai Jánosnak a művészet pártoló tevékenysége az a korszakban abszolút kiemelkedő, és hát méltán nevezték el róla egyébként ezt az ösztöndíjat is. És akkor bocsánat, egy apró adalék, megint csak egy építészeti rész, ugye az Oskola utca 6 szám alatti hát deák gyűjtemény, ugye amikor bekerült, és azért került be a deák gyűjtemény, mert egy az Oskola utca 6 szám alatti épület felújítása során megtalálták azt a nagyon szép, hát legalább annyira kifestett, sőt több díszítő elem vagy állat és növény világ megfestve van, ezért nem tudták az eredeti lakásfunkciót visszaadni neki, ezért a város keresett egy más funkciót, és adódott, hogy egy ilyen múzeumszerű kialakítás legyen, és akkor, mikor Deák Dénes ugye a városnak adományozta, akkor még nem hagyatékként, hanem csak adományozta a gyűjteményét, akkor azt részben ott helyezték el, és hát hely kellett, még kell, még mindig kell hely, még mindig kell hely, és a vége az lett, hogy egész a Smohai házig, tehát annak az udvari és emeleti részét is tulajdonképpen igénybe véve, tulajdonképpen eljut odáig a Deák gyűjtemény a házig, tehát ide átnyúlik a Deák gyűjtemény. Hát a Smohai háznak meg a Deák gyűjteménynek gyakorlatilag közös udvara van, és ugye az irodaépületekbe a Smohai ház felől is lehet
közelíteni. Ez ugye korábban szolgálati lakás volt egyébként a Sohelyhez. Kovács Péter és Kovalovszky Márta művészettörténész házas pár lakott benne, amíg nem költöztek Budapestre. Maradunk a közelben, Juhász Gyula utca. Ebben az utcában két épületet mi jelöltetek meg. Miért érdekes például a Juhász Gyula utca egy szám? Juhász Gyula utca egyes szám azért érdekes, és akkor én most ilyen építészet történetre, meg város történetre nem is nagyon térek ki, hanem tényleg csak az érdekességekre. Klöckner Péter neve bizonyára sokak számára ismerős, akiknek nem, azoknak érdemes megismerkedni vele. Székesfehérvár egyik fontos könyvkiadója volt, papírkereskedője, könyvkereskedője, illetve Székesfehérvárnak a vázlatos térképét is elkészítette a századfordulón. Ezt a vázlatos teszt egyébként szó szerint kell érteni, tehát hatalmas nagy tömböket ábrázolt például a belvároson belül, amelyek hát viszonyíthatók nagyjából a maiakhoz, mondjuk a színháznak vagy a magyar királynak az épülete jól kivehető rajta, de mondjuk a főutca környékének a tömbjei, vagy mondjuk a Bástyi utca környéke az már egy kicsit hevenyészettebb, tehát nyilván nem arra koncentrált, nem az volt a lényeg, és hát itt működött évtizedeken keresztül ez a könyv- és papírkereskedés, amely nem mellesleg képeslap kiadással is foglalkozott. A másik ilyen fontos kereskedője a városnak, akinek szintén ez volt a profilja, és képeslap kiadással is foglalkozott, Eisler Adolf volt, és az ő kereskedése pedig a főutcán, az akkori Nádor utcán működött, a színházzal szemközti épületben. Hát sajnos ez az épület a háborúban megsérült, el kellett bontani, úgyhogy ma már nem látható, de azt tudjuk, hogy pontosan melyik volt az az épület, amiben egykor ez a kereskedés működött. Tehát Klöckner és Eisler, ugye a sváb és a zsidó származású kereskedő gyakorlatilag ugyanabban a korszakban ugyanazzal foglalkoztak, de hát mindegyiküknek a képeslapjait egyébként ugyanúgy vették. Tehát azért ezek elég népszerűek voltak ebben az időben. Hát ugyanennek az épületnek, amiről beszéltünk, tehát a Juhász Gyula utcai épületnek a földszintjén, ugye az van, hogy már a török követő időszakban is hát már lakóház volt, tehát megmaradt valamilyen módon minden bizonnyal középkori eredettel, és bent lévő pillérek most is vannak, és nagyon érdekesek, tehát érdemes bemenni a kis arany ékszerboltba, vagy akár a Flasner féle köszörűshöz is, hát ha csak azzal a szándékkal is, hogy benézve, ugyanis nagyon szép az a boltozat, ahogy egy ilyen négyelt helyiséget hoz létre, hogy középen ott egy pillér, és akkor arra a négy boltív ráterhel, és akkor az egész megjelenése egészen különleges. Hát tulajdonképpen így akkor már a hármast is említettük. Hiszen... Így van, ugye Tóni emlegette a Flasner köszörűst is többek között, ez már a hármas számú épületben található meg. Ugye a Klöckner mellett van a kettő, a Jókai utca felé, és aztán ugye a szemközti épület a hármas, ami ugye főutcára fordul ki. Ez az egykori zenés cukrászda, vagy belvárosi cukrászda, ugye népszerű nevén a Belesnek az épülete, ami egyébként nagyjából egykorú a Juhász Gyula utca egyel. Igen, jó, akkor egy apró történet. Ennek most az a neve, hogy, bocsánat, volt olyan, hogy Corso, most Porto Vino. Igen. A Corso az úgy alakult ki annak idején, hogy hát ugye valami hangzatos feliratot akart az akkori üzemeltetője, és hát jött be, hogy hát akkor szeretne valami cégért kitenni, és aztán jó, és mi lenne? Hát Beles, mondom, igen, és valami nagy beletudarak, vagy nem tudom én. És hát de nem, hát, na de hát mégis akkor mit lehetne? Aztán találjunk ki valami megfelelő nevet, amit esetleg még lehet talán bemutatni is, vagy cégérrel, vagy olyan feliratot, tehát ilyen lehetőleg egy darab betűkből, tehát nem ilyen táblára fölrakjuk, és akkor fölszögeljük őket. És akkor hát addig, hát hol vagyunk? Hát ez a fő utca, mi ez a fő utca? Hát ez a fő sétáló utca. Jó, és mi ez? Hát itt korzóznak. Hát akkor mondtam, hogy bocs, nem lehetne korzót? De milyen jó ötlete van? Végül a korzó ez lett, hogy megdumáltam az üzemeltetőt, és ő meg kapott rajta. Hát, most, hogy ez jó vagy nem jó, de nyilván kicsit másképp hangzik, mint a Beles. Attól tartok sokáig, teljesen mindegy, hogy mi volt kitéve cégérnek, akkor is Belesnek hívták a fehérváriak, mert hogy ez úgy megmaradt. Menjünk tovább, most egyet ugrunk, és egy kicsit a belváros szívéből a belváros széle felé indulunk, amikor a Koch László utca 13-as számról beszél. Hát megint csak mindenféle elvadult lovaknak a nyomait követjük, tehát ez az őrült ló lépésben haladunk.
A Kock László utca 13-as ugye azért nagyon érdekes, mert ennek az utcának legalábbis a mai állapotban meglévő legrégebbi épülete 1931-ben épült, az első klasszikus négyzetalaprajzú sátortetős épület. Kicsit én is beszéltem akkor az építészetről, de ennyit. Bánó kötélmesternek a lakóháza, ugye a kötélverő házaként emlegették, nagyon sokáig is így volt ismert. Aztán hát emellé meg köré épültek ugye a későbbi évtizedekben a különböző egyéb épületek. Az egyik szomszédos épület is egyébként, hát az már az 50-es években híresült el, amikor a Sebes Imre MDP funkcionárius kisajátította gyakorlatilag saját használatra azt az épületet. Egy olyan illetőtől vette el, illetve az ő feleségétől, aki megjárta egyébként Auschwitzot, élve megúszta, visszatért a deportálásból, és a feleségét, az óvónőt gyakorlatilag hát a férj letartóztatás után 2 nappal szintén elvitték, és aztán már csak a feleség és a gyermek tért haza ebbe az épületbe, a férjnek gyakorlatilag nyoma veszett, valószínűleg a börtön veszítette életét. Tehát nem elég, hogy 44-ben deportálták szerencsétlen, még az 50-es években ugye a Kádári belügyminisztérium újra előszedte, és hát gyakorlatilag ezzel fejeződött be az ő élete. És a 90-es években ezt a történetet előhozták sajtóban, elég hosszas polémia volt belőle Sebes Imrének a gyermekével kapcsolatosan, aki hát ugye rendszerváltás idejének egyik sajtós embere volt, úgyhogy most részletekben nem kívánok belemenni, de tudom, hogy ebből elég nagy, hogy mondjam, széleskörű sajtó nyilvános esemény lett. Tulajdonképpen ilyen dolgok miatt hívják ezt a műsort Városrészek titkainak, mert azért itt ott ott előkerülnek titkok is. Térjünk rá a Kossuth udvarra a következőben. Milyen nevezetessége? Hát a Kossuth udvarral kapcsolatban megint csak Tóni, mint építész tud nagyon sok érdekességet mondani nekünk. Én annyit emelnék ki alapvetően, hogy ugye a belvárosnak gyakorlatilag az egyik legnagyobb egykori egybefüggő udvaráról van szó, ami ugye részben a városfalakat is tartalmazza, és azért ugye a belső épületeknek az építészeti képe is alakult egyébként az idők során, de hát elsősorban a Kossuth utca felé eső tömb és a homlokzati kép az, ami jelentősen változott egyébként az átalakítások kapcsán. És hát majd azért fogunk beszélni egy itteni köztéri alkotásról is, de hát az építészeti sajátosságokról azért szerintem Tóni nálam jó. Akkor bocsánat, most egy picit az építészettől függetlenül egy kicsit a helytörténet, vagy a maga a történelemről egy kicsit. Érdekessége ez ennek a tömbnek, hogy egyrészt az Arany János utca határolja, másrészt a Kossuth utcai tömb. Az Arany János utca felől viszonylag egységes, már úgy, hogy az épületek mérete is olyan majdnem egyformák. Tehát ez a középkori ölhöz annak többszörösében lehetne meghatározni, míg pont a Kossuth utca kanyarja miatt elég változatos méretűek a Kossuth utcai házak. Fönt többnyire a igazgatásnak, sőt döntően inkább azt mondom, hogy jelentős mértékben az egyházi körben volt tulajdonosa, ugyanis kanonok házak voltak, a 8-as, a 10-es, 16-os, ezek mind azok voltak, míg a másik oldalon vagy megyei városi elöljáró, illetve több mesterembernek volt a háza, és itt ehhez kapcsolódik az a történet, ami érdekes, hogy ugye nagyon sokszor az történt, hogy mire egy szakmában céh legény mesterré válhat, és a többi, hát ugye kezdetben még nincs az a pénz a kezében, az a vagyon, amivel meg tudna nősülni. Mire már mester lesz, idősebb ember, és hát nyilván akkor már pénze van, megteheti, háza van, ifjú feleség. Az ifjú feleséget nyilván elveszi, de hát egy idő után hát nyilván az idő úgy hozza, hogy megözvegyül a fiatalasszony, de hát a mesterség ott van. És hát ebből következik, hogy sokszor ott van a legény, aki viszi tovább a mesterséget.
sokszor nem csak a mesterséget, hanem az asszonyt is. És ebben az esetben nagyon sok olyan van, nyomon követhető a története ebben a házban, hogy van egy idős férj, ifjú feleség, majd aztán utána az férjül veszi a legényt, majd az lesz a mester. Hát nyilván ott is megvan a korkülönbség, tehát megözvegyül a mester, és aztán hát kezdődik a folyamat, és ez vagy 3-4 generáción keresztül, vagy ilyen fél generációkkal mindig így megy odébb. Úgyhogy ez a Kossuth utcai tömb, ez tulajdonképpen így alakul ki nagyon sok esetben. És akkor hát nyilván majd a történetet szintén mondod, nyilván majd a színház részét, de azt kell mondani, hogy valójában itt vannak a, hát hogy mondjam, a nagyobb épületek. Nem feltétlenül értékesebbek, bár nyilván van egy néhány olyan különleges, és az a furcsasága, hogy mivel nagy belső tere van, mármint az udvara, korábbi térképábrázolások, de ilyen 1783-as térkép katonai felmérésből azt lehet kikövetkeztetni, hogy ilyen belső ilyen átjáró rész van, tehát belül át lehetett járni, mint egy, tehát oda is nyíltak épületek, és volt is olyan épület, hát pont a Kossuth utca 9-11 udvarán, amelyek önálló épületként most is látszódnak. De ez később, ez teljesen betakozódott a Kossuth utcai házak közé, kis összekötő tagokkal. Olyannyira, földszintes összekötő tagok letakarták teljesen a nagyon szép balluszteres részt, tehát a mellvét korlátos épületrészt. Úgyhogy mikor elkezdődött az úgynevezett tömbrehabilitáció, tehát azt csinálták, hogy kiürítették a házakat, esetleg többet is, tehát és akkor fogták, lebontották az értéktelenebb részeket, kibontották az értékesebbet, és visszaállították azokat az értékesebb elemeket, amik ott csonkán ott megmaradtak. És akkor elkövetkezett az az időszak, hogy na most akkor ezt kellene valahogy együtt kezelni, hogy be lehessen menni, ha már be lehet menni. De ez egy csomó olyan telek gondot, problémát okozott, amit elég nehéz volt orvosolni, most se biztos, hogy megvan. És ez volt az úgynevezett tömbrehabilitáció, amit itt sokszor mutogattak is, hogy ilyen érték, meg olyan érték. Ez igazából Egerben sikeredett, Fehérvár lett volna az egyik ilyen következő, hogy miért nem részben a rendszerváltás is közrejátszott abban, hogy ezek az államilag, vagy hát önkormányzat, hát akkor is állam volt a tulajdonos, ezek megakadtak, és kezdődött a privatizáció, mármint oly módon, hogy a bentlakó bérlők megkapták, de innentől kezdve ez a fajta tömbrehabilitáció nem tud úgy működni. Ez csak akkor, hogy van egy tulajdonos, aki ki tudja vinni a lakókat, felújítom a házat, visszaköltöztetem, hát vagy őt, vagy az egykori lakókat valami normális helyre elhelyezem. Mindenképpen beszélnünk kell itt arról az órajátékról, ami talán nem akkora történelmi múltra tekint vissza, de büszkesége a városnak. Nagyon sokan szeretik idegenforgalmi helyszín, sőt a romantika helyszíne is. Először az órajátékról, és a Tóni említette meg, amúgy is mindenképpen illik magáról a színjátszás kapcsán, ugye majd az úgynevezett győri házról. Tehát az órajátékról, ugye, amit tudni érdemes, hogy ugye Ecsedi Mária képzőművész grafikus az egyik fő alkotója, Kovács Jenő órásmester, illetve Korompai Péter keramikus művész, és természetesen Schulz István építész. És a képen itt, bocsánat, Kovács Jenő monogramja látszódott, illetve az alkotás éve, és akkor ehhez még egy építészeti adalék, építőipari nívódíjban részesült ez a az alkotás, úgy egészében tényleg egy nagyon szép és érdekes színfotja. Sose volt elem, de mégis mintha itt maradt volna évszázadok során. És különösen az a két sor, amit épp látunk a képeken is, van egy történelmi, mármint egy uralkodókat, illetve királyi családok leszármazottjait ábrázoló sorozata, ugye Szent Istvántól Szent Lászlón és Mátyásig, de közben ugye a két gyönyörűen Szent Árpádházi lány Erzsébet és Margit jelenik meg, míg a másik sorozat, ami mindig Ballagás környékén szokott zenélni, illetve megjelenni a figurák, azok pedig a fehérvári iskola életnek a
jelképes alakjai, pedellusa, diáka és a többi. Szóval ez azért még egy külön érdekes színfónia. Igen. Ugye magában az épületben pedig Néhai Kovács Jenő órásmesternek a kitűnő óragyűjteményes óramúzeuma található meg, amíg élt, ugye addig gyakori látogatott helyszín volt, és ugye színfoltja volt Székesfehérvárnak, ugye ezt az örökséget a fia András viszi tovább, ugyanúgy például a virágórának a kezelését is, ugye hiszen szintén Kovács Jenő munkássághoz kapcsolódott ez is, és ugye a színjátszást említette Tóni is, említettem én is az imént, ugye a Győri ház, az úgynevezett Győri ház, az szintén ehhez a Kossuth utcai tömbhöz kapcsolódik, amiről beszélünk, és ugye ennek az az érdekessége, hogy a reformkor időszakában ebben a házban, illetve a Pelikán fogadóban, mint olyanban működött ugye az első, már akkor még nem állandó, hanem utazó színi társulat, ahol többek között Petőfi Sándor is ugye Borostyán művész néven megfordult. Többek között ebben az épületben is, illetve a Fekete Sasban, valamint arról is maradtak leírások, hogy amikor ennek a Győri háznak az úgynevezett szálája beomlott, tehát a színpad alkalmatlan volt gyakorlatilag bármire, meg egyáltalán a kocsma sem üzemelt, a fogadó, akkor pedig a magyar királynak az épületében játszottak ezek a színtársulatok, és ott állítólag szintén megfordult Petőfi. Tehát nem véletlen az, hogy például ugye a Pelikán udvar, mint olyan, ugye a Vörösmarty Színházhoz kapcsolódóan itt található, illetve az sem véletlen, hogy a földszinti szárnyban most a Székesfehérvári Művészek Társaságának otthont adó Pelikán galéria található meg, ahol ugye időről időre különböző időszaki kiállítások, például a téli tárlat és hasonlók nyílnak meg ugye most már évtizedek óta, és itt mutathatják be magukat a kortárs fehérvári, illetve Fejér megyei képzőművészek. Ha már említettétek, akkor a virágóráról is beszéljünk, hiszen az is egy ékesség a főutcán. Hát mindenképpen. Ugye ez is egy érdekessége a város történetének, hogy a 60-as évek elején jött létre, majd később lehet, hogy még egyébként lesz róla szó, de elmondhatjuk szerintem most is nyugodtan. A 60-as évek elején jött létre, ugye 1944-45 fordulójáig ott egy emeletes ház, sorház tömb volt igazából megtalálható az akkori országzászló mögött. Tehát ugye építettek egy térfalat az országzászló emlékmű mögé, aminek ugye a főutcai frontján ezek a házak voltak megtalálhatók. És ugye itt keletkezett igazából egy háborús foghíj, amikor ezek az épületek megsérültek, elbontották, és ugye ezen a területen 60-61 környékén alakították ki a virágórát az akkori városi főkertésznek a kezdeményezésére, ami alatt ugye gyakorlatilag egy pincerészben volt megtalálható az az óra szerkezet, ami ma már leginkább digitális, de korábban ugye mechanikus volt, és hát ennek a hőskorában volt Kovács Jenő gyakorlatilag az órának a gondozója, és aztán tőle vette át a fia András ennek a szerkezetnek, és egyáltalán ennek a digitális óraműnek a gondozását. Hát ugye a kialakítás az folyamatosan változik, ugye a régi, úgymond klasszikus időkben ugye a leolvasható volt rajta teljes számla, bár akinek számlapos órája van, nem kvarc órája, azért mai napig is tudja, meg megtanultam mondjuk első osztályban, hogy hogyan kell leolvasni egy órát, és ugye általában az adott napi dátumot azt mindig mutatták mellette, különböző növényekből, időszaki növényekből kirakva, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy az évszámot azt azért néha cserélni kellett nyilván, mert ezek a növények is tönkre mentek, nem írtak ki egy évet, de hát a napot azt ugye folyamatosan cserélték. Napot a hajnalban cserélgették ki. Azt folyamatosan cserélni kellett. 1972-ben például ugye a városnak a címerét mintázták meg, ugye a városalapítás feltételezett városalapítás ezredik évfordulóján, és hát ugye különböző fontos eseményekhez, így például a főutcai rekonstrukcióhoz, illetve az országzászló térnek a rehabilitációjához is ugye újabb fejlesztés kapcsolódott. Ma már inkább modernebb, kicsit nonfiguratívabb jellegű, és hát ugye minden évben különböző verziókból választja ki most már a lakosság azt, hogy hogyan is nézzen ki a virágórának a kép a következő esztendőben. Egy kicsit a története benn van, mint mindenféle ilyen szobor elhelyezéseknek, ez a tér, ez aztán mindennek a csúcsa volt ilyen téren.
Egyrészt azért, mert a háború után Ságveri Endréről nevezték el az országzászlóteret, akkor, amikor pont nagyobbá válhatott az épület elbontása után, 61-ben Gagarin repülése után Gagarin tér lett, majd 90 után visszakapta az országzászló tér nevet úgy, hogy országzászló nem állhatott ott. Második világháborús emlékmű került oda az egykori nyitott könyv, tehát egy ilyen teljes kavalkáddá vált, és akkor mindent be akartak mutatni, a városfalat, vagy annak a maradékát, a virágórát, a nyitott könyvet, meg az országzászlót. Na, ez egy kicsit már sok volt, és egy ilyen generális nagy, tényleg azt mondom, egész ügyesen megoldották a tervezői, 18-ban volt ennek a felújítása, sőt újjáélesztése ennek a térnek, ezzel a nagyon szép ilyen vizes kaszkáddal, tehát egy ilyen kis vízlépcsős végigfutó elemmel, megmaradt a virágóra, és visszakerülhetett az országzászló, most már mondhatni, hogy remélhetőleg végső formájába. Az országzászlóra még visszatérünk, de nem most, majd két hét múlva, hiszen műsoridőnk sajnos lejárt, élvezettel hallgattalak benneteket most is, és nagyon szépen köszönöm Váci Márknak és Igari Antalnak is a beszélgetést. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb, tehát két hét múlva újra jelentkezünk, amikor továbbra is a belvárosról beszélgetünk. Köszönjük, hogy velünk voltak, viszontlátásra!